Sziasztok! Nézzünk bele a kártyákba, mit üzennek neked a kártyák. Nézzük bele a kártyákba, mit üzennek neked ezek a kártyák. Nézzünk csak bele, mit üzennek neked a szkát kártyák. Hát azt üzenik teljesen, mint ahogy látod, hogy az intuíciódat hallgassad, az intuíciódra hallgass, és légy tele, amit nagyon szeretnél, arra koncentrálj, és akkor sikeres leszel, úgy látom. Az önszeretet játszik egy szerepet, érkezik meg magadban, és azt látom, hogy itt a szívherceged itt van, valamint azt látom tényleg, hogy felelősséget kell, hogy vállaljon, hogy bátor legyen, hogy ezt a szerelmet, hogy megengedje magának, és azt látom tényleg, hogy hát lehet, hogy visszahúzódott egy kicsit, most magába zárkózott, szomorúság, de itt a siker, úgy látom, itt a siker, itt a szerencse közöttete. Most mi a helyzet, nézzünk csak bele. Mi a helyzet, most mi történik közöttetek? Megnézzük. Mi a helyzet, mi történik közöttetek most? Mit üzennek a kártyák? Belenézünk. Hát azt látom, hogy te nem tudsz felelősséget vállalni, itt sehogy se. Úgy látom, hogy nálad is még ilyen gondolatok vannak a tudatalattidban. Úgy látom, itt a siker, és nagyon úgy érzed, hogy vonzóz a szív hercegedhez, valamint azt látom tényleg, hogy kicsit diplomatikus vagy, visszavonultál, de úgy látom, hogy nagyon szereted, és úgy érzed magad, hogy hát igen, hogy ő vele érzed csak jól magadat, lehet ez az érzésed jött fel benned. A szívherceget néz a spiritualitásba, abban néz bele a spiritualitásba, néz bele a komoly kapcsolatba, néz bele, és abban néz még szintén bele, hogy hát azt látom itt valójában, hogy beszélnie kell ezekről a dolgokról, szeretne veled beszélni. A tudatalattiában azt látom itt a siker, hogy boldogság, a siker, de a szomorúság is itt van. Szóval, hogy a szomorúságot el kell, hogy engedje, vissza kell, hogy húzódjon, hogy teljesen feltöltse magát, és akkor lesz sikeres. És azt látom tényleg itten közöttetek, valójában nálad az, hogy neked az intuíciódat kell, hogy kövessed, akkor lesz egy új irány, ez nyílni fog közöttetek,
azt látom itt tényleg, még az játszik egy szerepet, hogy fejlődés, az is játszik egy szerepet a fejlődés, valamint az játszik szerepet a siker, és hogy te is saját magadon kell, hogy dolgozzál, és én úgy látom tényleg, nem csak hogy saját magadon kell, hogy dolgozzál, hanem elenged ezt a vesztességérzést, a félelmet, hogy félsz a vesztességért, hogy valamit elvesztesz, hogy elengedjed ezt, tehát nem kell mindent, hogy kontrollálj, ellenőrizd, engedd, hogy az érzések folyjanak, hogy menjenek, és azt látom tényleg, hogy akkor olyan hirtelen változás fog majd lenni az életedben. Hát a szívhercegednél azt látom, hogy ez karmikus, és itt a szerencse, azt is látom, hogy itt a szerencse, valamint azt látom, hogy kívülről itt van tényleg, hogy ez egy lélek kapcsolat, harmóniával tele, szeretettel tele, beteljesüléssel tele, és én azt látom tényleg, hogy ezen kell, hogy dolgozzatok, itt a közeltség közöttetek, valamint úgy látom, hogy elég határozatlan, még itten úgy nem tudja pontosan, hogy hogy vagy, mint hogy is döntsön, visszahúzódott ilyen határozatlan, itt vannak még a sérelmek közöttetek, úgy látom. Hát mit látok még itt valójában? Azt látom, hogy azt látom tényleg, hogy dolgoznia kell őnek is magán ezzel az új kezdettel, és én azt látom, hogy vesztességérzés itt van kívülről nála is még, hogy ezért vonult vissza, neked fejlődni kell, és hinni újra a kapcsolatban, valamint azt látom, itt a spiritualitás segít neked a lélek kapcsolatban, csak kövesd az intuíciódat. Ez az üzenet, remélem megtaláltad magadat ebben a kirakásban. Ha így volt, nagyon örülök, kommentoljatok, lájkoljatok, vagy iratkozzatok fel a csatornámra, és legközelebb szintén velem tartsatok. Köszönöm nektek, sziasztok!